Hello, okos otthon, hekkelő, berhelő YouTube népe! Bizony, bizony, itt van az Okos Otthon Labor podcast két műsorvezetője ebben a képkeretben, ami azért érdekes dolog, mert ugye a podcastban már sokaknak beszéltünk arról, hogy YouTube csatornába fogunk vágni fejszét. Is. És ez tulajdonképpen most sikerült. Hat hónapban. Igen, szerintem a Warner Brosnál komolyabb stúdiót lehet összehozni. Jó, mondjuk többen is melóznak rajta. Talán igen. Némi tapasztalatkülönbség is van köztünk, minden esetre végre elkészült a stúdiónk, ezt láthatjátok itt körülöttünk, mögöttünk, meg amit nem láttok másik oldalán a kamerának. Hello, Kemi! A legfontosabb, hogy azt, amit a podcastban nem tudunk jól bemutatni nektek, amihez képi tartalom is dukál, azt ebbe a csatornába fogjuk belepasszírozni. Először tulajdonképpen arra gondoltunk, hogy mi lenne, hogyha elkezdenénk ilyen termék kategóriánként unboxingokat végezni. Értem ez alatt, hogy például okos izzókat kibontunk, és megbeszéljük, hogy mik a különbségek, mert elvégre nagyon sokféle okos izzó van. Ugyanígy lesznek okos konnektorok, kapcsolómodulokról szó, és ugye mindenféle szabványos zigbis, zivéves, wifi-s megoldásokat fogunk hasonlítgatni. Tehát termékekben az Access Point Kft. Kínálatába fogunk dagonyázni elsősorban. Igen, bemutatjuk őket termékkategóriánként, ahogy mondta Gergő, de mindig lesz egy pici releváns műszaki vonatkozása is. Egy-két háttér történet, illetve egyébként például amilyen extra szerintem, és az biztosan következik majd, az a homi percek. Itt láttok mögöttem fönn a polcunkon egy okos otthon központot, ő a lelkeit mindennek, rá van minden felfűzve a stúdióba, és hát tippek, trükkök, mindenféle apró és kevésbé apró automatizmusok, de ez csak egy a sok olyan ötlet közül, ami elképzelhető, hogy meg is valósul. Igen. Ez már biztos, hogy megvalósul. Meg hát itt láttok például előttem egy ilyen ajzatot, ami nyilván egy picit a design része is, de arra is hivatott, hogy akár majd, amit a Gergő mondott az izzók kapcsán, élőben is demozzuk, hogy hogy is működik, hogy is néz ki. Már amennyit így lehetséges átadni kép alatt. Igen. Tehát belemegyünk egy picit az automatizmusokba, és meg szeretnénk nektek mutatni, hogy mennyire egyszerű okos otthont építeni a Homival, és de egyébként azért azt hozzátenném, hogy azok az automatizmus logikák, amikről beszélgetni fogunk, az tulajdonképpen, ha más okos otthon rendszer is lehetőséget ad rá, akkor tulajdonképpen ugyanúgy, mert csak logikákról fogunk beszélgetni, ugyanígy bevethetőek lesznek. És ezen túlmenően még egy dologra szeretnénk majd a későbbiekben tartalmakat szentelni, és ez pedig az általunk megvalósított projektek. Most már futunk körülbelül 5 projekten párhuzamosan, ami most épül, vagy fog elindulni az építkezés hamarosan. Ezekből fogunk esetleg helyszíni bejelentkezéseket csinálni, hogy mégis mit, hogyan építünk, hogyan tervezünk, és hogyan konzultálunk. Sőt, lesz egy fix magazin is a YouTube csatornánkon belül, az a saját építkezésem, amit tényleg a nulláról, tehát szó szerint zöldmezős beruházástól indulva az elkövetkezendő másfél évben végig lehet tégláról téglára, szenzorról szenzorra, aktorról aktorra követni, úgyhogy ez egy érdekes, többi tartom is érdekes nyilvánvalóan, csak ez egy olyan lehetőség, amit most kiaknázunk, és tényleg a tervező asztaltól egészen a végső megvalósításig mindent transzparensen be fogunk mutatni, úgyhogy tartsatok velünk. Terveink szerint hetente minimum egy, de inkább két rövid, frappáns videóval fogunk jelentkezni. Nyilván lesz egy tematika, ahogy mondta a Gergő, és emellett paralel azt ajánljuk nektek, hogy esetleg még nem hallgatjátok, akkor érdemes hallgatni a podcastunkat is, bármelyik podcast csatornán föl lehet rá iratkozni, mert ott meg sokkal bővebben és egy csomó vendéggel karöltve vesézzük ki az ide vonatkozó technológiákat, szabványokat, építészeti megoldásokat, szakágakat, nagyon sok mindent, tényleg mindent a házak és az okosházak környékén próbálunk körbejárni. Ennek egyfajta lenyomata lesz ez a YouTube csatorna is. Ne felejtsetek el feliratkozni, kommentelni, mit szeretnétek látni egyébként, hogy miket mutassunk be nektek esetleg. Akár kérdésekre is válaszolhatunk, szentelhetünk ennek is egy kis adást, hogy a bejövő kérdéseket átbeszéljük. Ha okos otthont szeretnétek tőlünk, akkor írjatok a szia@okosotthonlabor.hu-ra. Sziasztok! Szevasztok!